Köszöntöm az esti mérleg nézőit. 4 robbanó testet semmisítettek meg tűzszerészek Tatárszentgyörgyön. Ezeket még néhány hónappal ezelőtt Budapesten lakók fedezték fel, találtak meg. Az esti mérlegben ezzel foglalkozunk, maradjanak velünk! 3 előre kialakított gödörben helyezték el a katonák a megsemmisítésre váró bombákat. A legnagyobb 1 tonna súlyú amerikai rombolóbombát még márciusban találták Budafokon. A fél tonnás angol rombolóbombára a Bozsik stadionnál lettek figyelmesek április végén. A 100 kg-os szovjet rombolóbombát a Vörösmarty téren, egy tüzérségi gránátot a Testnevelési Egyetem sportpályáján találták meg. Alakulatunk a Magyar Honvédség első honvéd tűzszerészeti sarjós ezred. Országos hatáskörben végzi az előkerült katonai eredetű robbanottestek azonosítását, hatástalanítását és megsemmisítését. Évente átlagosan 2000-2500 bejelentés érkezik alakulatunkhoz, amely 30 000-35 000 darab eszközt is jelenthet. Az idei év hasonlóan alakult a korábbiakhoz, már több mint 1000 incidens kezelte katonáink. Köztük a mai napon az önök, mind a sajtó, mind a feladat végrehajtásában részett társszervek érdeklődésének köszönhetően nyilvános megsemmisítésre kerülnek ezek az eszközök. Először akkor tekintsük át, mi minden történt akkor és ott a helyszínen. Először is, Budapest 5. kerület, Vörösmarty téri mentesítés. 2019. március 25-én a rendőrség bejelentésére vonult ki a tűzszerészáról Budapesten, az 5. kerület Vörösmarty térre, ahol a fölmunkák során egy robbanótest került elő. A kiérkező tűzszerész szervezőparancsnok megállapította, hogy 1 darab 100 kg-os tömegű szovjet gyártmányú romboló bombát találtak orgyújtó szerkezettel, amelyet a helyszínen kellett kiszerelni. A rendőrök nagyságrendileg 100 méter sugarú körben zárták le az érintett területet, összesen 1824 szemét érintett az ideiglenes állampolgári korlátozás. A tűzszerészén kiszerelték a romboló bombába talált orgyújtót, majd a robbanó testet elszálltak a központi gyűjtőben, és a mai napon megsemmisítésre kerül. Az ezres úr által említett robbanó szerkezet a 100 kg-os szovjet romboló bomba, egy FAB-100 típusú eszköz volt, ami ugye nagyságrendileg 100 kg tömegű, ebből 32 kg tömeg a robbanóanyag, TNT-t tartalmaz. A gyújtó szerkezete pedig az APUV gyújtó szerkezet, ez az eszköz egy orgyújtó szerkezetet tartalmazott, és az egy orgyújtó szerkezet, ez az, ami itt a kezemben is látható. Ilyen az, mielőtt vetnék ezt a bombát, illetve becsapódás után, amit már a mi tűzszerészeinknek el kellett távolítani, ki kellett szerelni, akkor már ez a gyújtószerkezet így néz ki. Ugye minden robbanótestnek a gyújtószerkezete a legfontosabb alkatrésze, annak az eltávolításával lehet a robbanószerkezetet biztonságosan szállítható állapotúvá tenni. Ugye, ha megbizonyosodik arról a tűzszerész, hogy a robbanótestben van gyújtószerkezet, és a gyújtószerkezet élesedett állapotú, akkor mindaddig biztonsággal nem tudja elszállítani, amíg ez a robbanószerkezet a gyújtószerkezetet tartalmazza. Gyújtószerkezetet robbanótestek tartalmazhatnak orr- vagy fenékgyújtóként, vagy esetleg oldal- vagy belső gyújtóként, és ezek a gyújtószerkezetek a legérzékenyebb pontjai a robbanótesteknek. Ennél az esetnél ezt a gyújtószerkezetet kellett a tűzszerésznek eltávolítania a 100 kg-os bombából. Ez ott azon a helyszínen igazából percek alatt sikerült, szerencsére különösebb gondot nem okozott. Csörsz utcai mentesítés. 2019. április 10-én a tűzszerészek hatástalanították és elszállták Budapesten a 12. kerületben a Koltai Jenő Sportcentrum építkezésén talált II. Világháborús robbanótesteket. Nagyságrendileg itt 500 méteres sugarú körben volt indokolt a zárás és sűrítés. Ez érintett 325 magánlakást, a környező irodaházakat, hoteleket, vendéglátóipari egységeket. A mentesítés idejére el kellett hagyni az otthonát 2600 állampolgárnak, és közel 4000 környéken dolgozó munkásnak is. A területen egy darab 203 mm-es szovjet gyártmányú rombológránát, orgyújtó szerkezetét, egy darab 50 kg-os magyar bombának a mágneses gyújtó szerkezetét, valamint előkerült a helyszínen egy darab kézigránát, egy darab 120 mm-es szovjet repeszromboló aknavetőgránát, egy darab 82 mm-es aknavetőgránát is. Itt fontos megjegyeznem, ezek az eszközök nem aznap kerültek elő. Az építkezés megindult, és folyamatosan kerültek elő az eszközök. De mivel közvetlen veszélyt nem jelentettek az építkezésre, nem hátráltatta, ezért úgy döntöttünk, hogy biztonságos tárolás mellett
egy időpontban az építkezés befejezését fogjuk végrehajtani a mentesítést. Miért? Így egy alkalommal kellett az állampolgári kvalitást bevezetni. Ha normál rendben jártunk volna el, akkor ez négy alkalom lett volna, négyszer kellett volna egy 500 méter sugarú körben zárnunk és üríteni. A mi célunk az, hogy minél kisebb mértékben korlátozzuk az állampolgároknak a szabadságát, és mivel tűzszerész szempontból közvetlen veszélyt nem jelentettek az eszközök, az építkezést nem akadályozták, ezért ezt a döntést hoztam meg akkor, és úgy gondolom, hogy jól jártunk el. Mai nap itt a 203 méteres szovjet gyártmányú romblógránátot fogjuk megsemmisíteni, amit láttak is a Gödörben. Következő, Budapest 19. kerület, mentesítés a kispesti Bozsik stadionban. Itt április 28-án hajtottuk végre az egykori edzőpálya alatt egy 250 kg-os brit légibomba került elő, és ezt kellett a tűzszerészetnek hatástalanítani. A légibomba vetett állapotban volt. Egy darab fenékgyújtó szerkezetet kellett eltávolítani belőle ott a helyszínen. Hatástalanítás idejére szintén 500 méteres sugarú körben kellett zárni és üríteni. Itt 350 ember vett részt a zárás ürítésben, illetve közel 1000 ember hagyta el az otthonát. Végül, de nem utolsó sorban említem a budafoki hatástalanítási munkánkat. Ott került elő a két darab egytonás légibomba. Azért hagytam a végére, ez volt a, talán mondhatnám, az elmúlt időszak egyik ilyen legnagyobb volumenű munkája. Még tavaly ősszel 2018-ban kerültek elő ezek a robbanótestek, az alacsony vízállásnak köszönhetőek, vizuálisan láthatóvá váltak a vízbe ezek az eszközök. Akkor a kiemelésre nem volt lehetőség az alacsony vízállás miatt. Viszont lehetőségünk volt arra, hogy a műveletet előkészítsük, hiszen itt minden összejött. Közút, víziút, vasúti közlekedés, ipari létesítmények, olajvezeték, ezt mind figyelembe kellett venni a mentesítés során, hiszen ezek nem sérülhetnek, természetesen az állampolgárok biztonságát is kiemelten kezeltük. Itt nagyon nagy szerepe volt a Fővárosi Védelmi Bizottságnak, és majd meg is lesz lehetőségük itt elmondani, hogy azért ez egy komoly munka volt. Az előkészületek végeztével végül 2019. március 23-án álltak össze úgy a körülmények, hogy végre tudtuk hajtani biztonságosan a mentesítést, megfelelő vízállás volt a Dunán, hogy az aktamentes csajokkal meg tudjuk közelíteni a helyszínt. Ebben az időszakban a tűzszerész búváraink több alkalommal merültek, megvizsgálták a helyszínt, egyrészt a hajózási szempontból, illetve a bombát előkészítették a kiemelésre, kialakították a kiemelésre szükséges rögzítési pontokat. Majd ez nap egy nagyon komoly erőfeszítéssel, közel 900 ember vett részt a zárás ürítésben, rendőr, tűzoltó, katona, és mintegy 4000 embernek kellett elhagyni az otthonát. Az ürítés végeztével egy komplex feladatot hajtott végre az alakulatunk. Tűzszerészbúvárok rögzítették a bombára a rögzítőfüleket, a hadiós katonáink az aktamentes csajjal kiemelték a hajó fedélzetére a robbanótesteket, majd ezt követőleg a tűzszerész katonáink pedig végrehajtották az eszközmentesítését, közértekűen szólva kitekerték a gyújtót, kiszerelték a gyújtót az eszközből, majd ezt követően elszálltottuk a helyszínről. Ez a másik eszköz, ami itt a kezemben látható, ez a 12. Csőrsz utcában hatástalanított 203 mm-es betonromboló gránátnak a fenékgyújtó szerkezete. Ez úgynevezett KTD típusú fenékgyújtó szerkezet. Ez egy úgynevezett tehetetlenségi csapódó, tehát a fenékben helyezkedik el, és a becsapódás után nem a gránát orrát ért ütésre működteti a gránátnak a robbanóanyagát, hanem a becsapódás során a gránátnak a hirtelen lassulása váltja ki a gyújtószerkezetben azt a hatást, ami képes elműködtetni a gránát robbanóanyagát. Ugye ez a 203 mm-es betonromboló gránát, ez 116 kg tömegű, mintegy 20 kg robbanóanyagot tartalmaz. A hatástalanítás szempontjából az egyik legfontosabb dolog, hogy ez a gyújtószerkezet teljesen belső gyújtószerkezet, tehát a fenéklapja a gránátest fenéklapjával egybeesik, tehát nagyon nehéz megindítani az eltávolításhoz olyan speciális eszköz kell, amivel rá tudunk úgy fogni, hogy a gyújtószerkezet meg tudjuk indítani ahhoz, hogy egyáltalán ki lehessen tekerni a gránátestből. Ezen a helyszínen egyébként ezen a gránáton kívül volt még egy 50 kg-os magyar régi bomba is, ami nem most kerül megsemmisítésre, azt a bombát már akkor aznap megsemmisítették a tűzszerészek, mert olyan állapotban volt, hogy a további tárolása nem lett volna biztonságos. Annak a hatástalanítását is végre kellett hajtani, az pedig azért volt
különösen veszélyes, mert ez egy oldalgyújtó szerkezet, ami abban a bombában volt található, és egy mágneses elven működő, tehát mágneses indukció elven működő gyújtószerkezet volt, ami azt jelenti, hogy a tekercsben elmozduló mágnes az, ami a robbanáshoz szükséges elektromos áramot tudja indukálni, és ez hiába telik el már 75 vagy még több év is a robbanótest alkalmazása óta, a mágneses indukció a továbbiakban is működik, tehát hogyha az a gyújtószerkezet, vagy az a bomba akár csak 20 cm magasról is leesett volna, már kiváltotta volna azt az erőhatást, ami elegendő lett volna a megfelelő áram indukálásához. Azt a robbanótestet ezért is kellett ott a helyszínen hatástalanítani, illetve a benne található robbanóanyag minősége miatt minél hamarabb meg is semmisíteni. A következő eszköz, amiről szó volt, a 19. kerületi Bozsik stadion építkezése során előkerült 250 kg-os brit légibomba. Ez a bomba mindegy 100 kg robbanóanyagot tartalmaz, és ahogy már akkor a hatástalanításkor is elmondtuk, ez egy aránylag ritka robbanótest. Magyarország területén nem túl gyakran kerül elő brit gyártású eszköz. Ez a bomba egy darab fenék gyújtószerkezetet tartalmazott, az órában nem volt gyújtószerkezet, bár szerelhették volna két gyújtószerkezettel is, tehát a gyújtófészek van az órában és a fenék részében egyaránt, de az órában csak egy tároló csavar volt, ott nem tartalmazott gyújtószerkezetet. A fenekében viszont egy úgynevezett numero 28 típusú gyújtószerkezet volt, ami egyfajta, hasonlóan a betonromboló gránátéhoz, egyfajta tehetetlenségi csapódó gyújtószerkezet, szintén a célközegbe csapódáskor fellépő hirtelen lassulás váltja ki a robbanó hatást. Ami itt nagyon fontos volt ennél a gyújtószerkezetnél, illetve ennél a bombánál, hogy a hatástalanítást végrehajtó tűzszerésznek nagyon pontosan kellett tudni beazonosítani az adott gyújtószerkezetet, ugyanis ezt a bombát szerelhették kiszerelés ellen biztosított gyújtószerkezettel is, ami azt jelenti, hogy a kiszereléskor képes elműködtetni a gyújtószerkezetet, ezzel kiváltani a bomba robbanását. Szerencsére megvannak az arra utaló jelek, pont a tűzszerész pontosan tudja, hogy mit kell figyelnie ahhoz, hogy meg tudja állapítani, hogy milyen gyújtószerkezettel van dolga, vagy milyen gyújtószerkezettel áll szemben. Itt is a hatástalanítást végrehajtó tűzszerésznek sikerült pontosan beazonosítania és megállapítania, hogy a szerencsére kisebbik veszélyt okozó, nem kiszerelés ellen biztosított gyújtószerkezet volt ebben a bombában. Így szintén kevesebb, mint fél óra alatt sikerült a gyújtószerkezetet a bombából eltávolítani. A végére maradt a Budafokon a Dunából kiemelt 1 tonnás amerikai légibomba. Ennek a tömege mintegy 930 kg és egy 430 kg robbanóanyagot tartalmaz. Amint látszik is, a maradék közel 500 kg az magának a bombának a bombatest, ami acélanyagú. Tehát ez az acél, mintegy 500 kg acélt tartalmaz ez a robbanószerkezet. A robbanásakor ez a 430 kg robbanóanyag veti szét a robbanótestet, és ezzel jut a robbanótest házát is, és szórja szét ezt az 500 kg-nyi acélt, kisebb-nagyobb repeszekre szakítva, és tudja akár 1 km távolságig is elrepíteni ezeket a repeszeket, ezért volt szükség erre az 1 km-es sugarú körben történő kiürítésre. A bomba két gyújtószerkezetet tartalmazott, volt benne orr és fenék gyújtószerkezet egyaránt, tehát mind a két gyújtószerkezetet el kellett távolítani az ott dolgozó tűzszerésznek. Milyen körülmények között szokták, vagy hát robbantják fel a robbanótesteket, a bombákat? Mekkora előzmény szükséges ehhez? A hatástalanított robbanótesteket, bombákat egy katonai gyakorlótéren semmisítjük meg, robbantjuk fel. Ez önelőkészületek szükségesek, hogy minden robbanótestet és bombát robbantó gödörben robbantunk föl. Ezeket az eszközöket egy 2-3 méter mély gödörbe ássuk el. A gödörben helyezzük rá a megsemmisítéshez szükséges robbanóanyagot, illetve annak az indításához szükséges gyújtószert, majd a gödörök visszatemetésre kerülnek, és az így eltemetett 2-3 méter mély földbe temetett eszközöket elektromos gyújtóhálózat alkalmazásával, elektromos indítással semmisítjük meg. Mindig itt ezen a helyszínen szokták megsemmisíteni a bombát, és miért pont itt? Nem csak itt, több kijelölt robbantási területe is van az alakulatnak.
mindig az határozza meg, hogy hol semmisítjük meg, hogy az eszköz mekkora hatása van a robbanásnak, és ennek megfelelően választjuk ki az arra alkalmas robbantási területet. Nyújtás! A legnagyobb robbanást, amely a föld nagyfokú rezgését is okozta, és a törmelékek hangját nagy távolságban is hallani lehetett, az egy tonnás amerikai típusú bomba okozta. Tehát ez 3 méteren volt ez a bomba. Ez a 9 méter mély kráter maradt az egy tonnás bomba robbanása után, a 3 méter mély betemetett gödröt alakított át ilyen formán. A forró repeszek szerte szét a robbantási területen. Rossz belegondolni, milyen pusztítást okozott volna a legnagyobb súlyú, méretű romboló bomba, ha Budafokon lakókörnyezetben lép működésbe. Kedves nézőink, köszönjük figyelmüket, esti mérleggel legközelebb hétfőn jelentkezünk. Tartsanak akkor is velünk, viszontlátásra!